Felzárkózás. Varga Mihály szerint az Európai Unióban nem volt olyan ország, amelyik a miénkhez hasonló gazdasági növekedést tudott volna produkálni az első negyed évben. Bővítés. Középiskolai tanári képzések és angol nyelvű szakok is megjelenhetnek a Nyíregyházi Egyetem képzési kínálatában. Last minute. Sokan választják utazásuk előtt az olcsóbb, utolsó pillanatos ajánlatokat. A magyar gazdaságnak felzárkózási pályán kell maradnia, Európa pedig a hibás döntések miatt nem tud a mostaninál jobb gazdasági teljesítményt elérni. Ez a Kölcsei Televízió híradója. Köszöntöm Önöket! Az előbbieket a pénzügyminiszter mondta el egy nyírlugosi üzemátadón, melyen arra is kitért, hogy a kormány célja, hogy a magyar gazdaság növekedése mindig haladja meg az Európai Unió átlagos növekedését. Gépek morzsolják a kukoricát nyírlugoson a kukoricafeldolgozó üzemben. Magyarország jelenleg Európa legnagyobb, a világ harmadik legnagyobb csemege kukoricatermesztője. Évente több mint 36 ezer hektáron, több mint 500 000 tonna terem belőle az országban. A zöldség-gyümölcs feldolgozással és gyorsfagyasztással foglalkozó AgroSprint ZRT a fejlesztéseket megelőzően 3800 tonnás gyártókapacitásra volt képes, melyet jelentősen megnövelt a mintegy 2,2 milliárd forintból épült új feldolgozó és tároló üzemegység. Ez 750 millió forintot tett a cég, plusz épült 1,3 milliárd forint saját erőből további technológiai feldolgozásra alkalmas gépek beszerzésével új gyáregység. Ezzel elérték azt, hogy 50%-os termés és 50%-os tároló kapacitás bővítés történjen. Nyírlugoson mindez 71%-os termelés és tároló kapacitás bővítést jelent. Az üzemátadón Varga Mihály pénzügyminiszter arról beszélt, hogy a magyar gazdaság évek óta egyre jobban teljesít, akár a növekedést, akár a munkában állók számát, vagy akár a bérek emelkedését tekintve. Kiemelte, 2010 óta több mint 84%-kal emelkedtek a nettó bérek, miközben a munkanélküliség az akkori 12%-ról 3,3%-ra csökkent. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 172 ezerről 242 ezerre nőtt a munkában állók száma, míg 43 ezerről 23 ezerre csökkent a regisztrált munkanélküliek száma, vagyis a közel 20%-os munkanélküliségi szint 8,9%-ra csökkent. A tárca vezető hozzátette, az Európai Unióban nem volt olyan ország, amely a miénkhez hasonló 5,3%-os gazdasági növekedést tudott volna produkálni az idei első negyedévben. Számos hibás döntés okozza azt, hogy Európa nem tud élni az adottságaival. Noha ezek lehetővé tennék, hogy a mostaninál sokkal jobb teljesítményt tudjunk felmutatni. A mi példánk és a magyar példa is azt igazolja, hogy ha jó helyre tesszük a hangsúlyt, a munkahelyekre, a családok erősítésére, az adócsökkentésre, a beruházások támogatására, és általánosságban véve a vállalati környezet, a vállalatok működésének a javítására, akkor eredményt tudunk elérni. A kormány célja ezért változatlanul az, hogy a magyar gazdaság felzárkózási pályán maradjon, azaz a gazdaság növekedése mindig meghaladja az Európai Unió átlagos növekedését. Azt a célt tűztük ki magunk elé, hogy ez legalább 2%-ponttal magasabb legyen. Mivel látjuk a jeleket, a kicsit borús jeleket az európai gazdaságban, ezért készítettük el azt a gazdaságvédelmi akciótervet, amely a következő hónapokra ad eligazítást abban, hogy mit is tervezünk. Varga Mihály ezek között elsősorban a vállalkozásokat érintő, valamint a szociális hozzájárulási adó és a KIVA csökkentését, az adóelőleg feltöltési kötelezettség eltörlését, a munkásszállásépítési programot, az öntözött mezőgazdasági területek nagyságának kibővítését, illetve a vállalkozások hitelhez jutásának könnyítését emelte ki. Évekig jobbikos vezetése volt Tiszavasvárinak, a 11 hónappal ezelőtti időközi polgármester választás óta azonban a Fidesz irányítja a várost.
Október 13-án ezen szeretnének változtatni az ellenzéki pártok, ezért a Jobbik, az MSZP, a Párbeszéd, a Mi Hazánk Mozgalom és a Momentum támogatásával egy helybéli 36 éves ügyvéd, Kis Krisztián indul közös jelöltjükként a választáson. Ő azt vallja, nem a pártokra kell helyezni a hangsúlyt, hanem nyitott közösségként építő jellegű kritikák megfogalmazásával, civil összefogással lehet hatékonyan fejleszteni a várost. Ez elég széleskörű feladat polgármesternek lenni, tehát azt konkrétan megmondani, hogy elsősorban mit tennék másképp, alapvetően mindent. Tehát nyilvánvalóan megszüntetnék azt a típusú mutyit, ami jelenleg Tiszavasvári önkormányzatát jellemzi, ez biztos. Tehát nálunk nem fordulhat elő 4 milliós ingatlan, 25 millió forintért történő eladása. A szövetségben Nyíregyházáért célja, hogy az itt élők legyenek a legnagyobb nyertesei a város fejlesztésének. Ennek érdekében előzetesen egyeztetnének velük a tervekről. Utóbbiakból a Jósavárosban van bőven. Azt szeretnénk, ha lakótelep helyett lakónegyed érzés jellemezni ezt a területet, mondta el csütörtöki sajtótájékoztatóján a pártszövetség jelöltje. Az egyik legnagyobb gond a parkolás, kevés parkolóhely van. De gondolva ugye a zöld felületek megőrzésére, mert ez is szempont, ezért észszerű terület átrendezéssel növelnénk a parkolóhelyek számát. A másik a gyér közvilágítás, amely télen 4 órakor sötétedéskor már az ember biztonságérzete nem olyan nagy, mint amennyire szeretné. A harmadik, vagy talán már negyedik, amit említettek, az a panelprogram befejezése. Új szakok indítására pályázik a Nyíregyházi Egyetem, a jövőben középiskolai tanárokat is képezhetnek. Ezek akkreditálása a következő hónapokban megtörténhet, és akár már jövőre lehetne rájuk jelentkezni. Az intézmény közben a nemzetköziesítést is fontosnak tartja, így angol nyelvű szakokkal is szélesedhet a képzési paletta. Épp csak kihirdették a ponthatárokat, és elindult a pótfelvételi eljárás a Nyíregyházi Egyetemen. A felsőoktatási intézmény már is a jövőt tervezgeti. A piaci igények változásával összhangban a képzési portfólió alakítása bővítése folyamatos feladatuk. Ennek megfelelően indítanának új közéleti tanárképzési szakokat. Új képzések egyébként már idén ősszel is elrajtolnak, ilyen például a műszaki felsőoktatási szakképzés. Ez gyakorlatilag mondhatnám azt, hogy előszobája a műszaki mérnöki szakoknak, hiszen egy 2 éves képzésről van szó, aki ezt elvégzi, nagyon sok tantárgyat be tud számítani például a jövőben a műszaki mérnöki képzésekbe, és hát ez is segíti a térségnek az ipari fejlődését, fejlesztését reményeink szerint, vagy megemlíthetném új szakként a járműmérnök képzésünket, amely azt gondolom, hogy a ide tervezett BMW beruházás miatt például, vagy egyéb járműipari beruházások miatt például nagyon fontos lehet a jövőre nézve. A jövőben középiskolai tanárokat is képeznének Nyíregyházán. Ezek elindítása előtt az egyetem piackutatást tart, felméri, mire van igény, így pályáztak a technika és életvitel szak beindítására is. Az új képzések akkreditálása folyamatban van, akár már 2020-ban elrajtolhatnak. Ez ősz végéig a felvételi tájékoztató megjelenéséig kiderül. Mindeközben a nemzetközi esítésre is nagy hangsúlyt fektet az intézmény. A cél, hogy minél több külföldi hallgatónak biztosítsanak lehetőséget a náluk tanulásra. Ennek az első lépése, hogy néhány szakunkat angol nyelven is megkívánjuk hirdetni 2020-tól. Ez alapvetően mezőgazdasági mérnöki és gépészmérnöki szakot jelent, illetve egy posztgraduális képzést, ez azt jelenti, hogy diplomára épülő képzést is szeretnénk így meghirdetni. Ez pedig a légiközlekedési hajózó szakmérnöki képzés, vagy praktikusabb nevén, közismertebb nevén a pilóta képzés, azok számára, akik már rendelkeznek valamilyen alapdiplomával. A rektor helyettes elmondása szerint ezeket a képzéseket úgy adanák meg, hogy miközben fejlesztenék saját kollégáikat, más akár külföldi egyetemekről is hívnának vendégoktatókat. Az intézményben egyébként általában nagyságrendileg néhány tíz külföldi Erasmusos hallgató tanul 1-2 fél éven keresztül. Az új angol nyelvű szakoknak köszönhetően több időre, a képzés teljes idejére is tudnák fogadni őket. Jelenleg amúgy angolaiak a legtávolabbról érkezett diákok, ők magyar nyelven végzik a gépészmérnöki szakot. Rossz hírt kaptak az autósok, a MOL pénteken 3 forinttal emeli a benzin és 2 forinttal a gázolaj literenkénti nagykereskedelmi árát.
A lépéssel a benzin literje 394, a dízeli 401 forintra drágul. Ahogyan eddig, az autósok a folytatásban is akár 50 forintot meghaladó különbségekkel is találkozhatnak a töltőállomások árai között. A benzinára egyébként 2012. április elején érte el csúcsát, akkor 1 liter 451 forintba került. A gázolaj 2012. január közepén volt a legdrágább, 449 forint. Sokan a spontaneitásra esküsznek nyaralásukkal kapcsolatban, és választják az utolsó pillanatos ajánlatokat. A last minute utak ráadásul olcsóbbak, mint az előfoglalási szezonban befizetett üdülések. Akár távoli országokba is találni még ilyenkor utakat, így nem késő elhatározni magunkat, ha külföldön pihennénk ki a munkafáradalmait. Javában tart a nyári utazási főszezon. Sokan már hónapokkal ezelőtt lefoglalták nyári útjukat, vannak azonban olyanok is, akik csak ilyenkor döntik el, külföldön töltenék szabadságukat. Nekik találták ki a last minute utakat. Többen közülük eredetileg belföldi üdülést terveztek, de az időjárás keresztül húzta a számításaikat. Nagyon sok olyan utas esik be az irodánkba, aki megijedt az idei nyárnak a viszontagságaitól. Célzott elképzelése volt, hogy Balaton vagy valamilyen wellness hotel lesz, de olyan körülményes volt az időjárás, olyan változékony, hogy úgy döntött, hogy mégis valamilyen külföldi országot választ úti célul. És igen, ilyenkor jön az ötlet, hogy beszaladok egy utazási irodába és kérek ajánlatot. Mindig vannak akciós utazások. A last minute utak legnagyobb előnye a spontaneitás mellett az áruk, hiszen a katalógusban szereplőektől lényegesen olcsóbbak, ám azzal is számolni kell, hogy a kínálat már nem túl széles, lényegében azok közül lehet választani, ami maradt. Az általunk felkeresett iroda ügyfelei körében a legkedveltebb úti cél Törökország közelsége, könnyű és gyors megközelíthetősége miatt. Emellett sokan utaznak a Görög-szigetekre vagy Egyiptomba. Sokan kimondottan ezekre az ajánlatokra válnak. Van egy utazó közönsége egyébként a last minute utaknak, akik úgymond vadásznak a kedvező árfekvési utakra. Ők inkább azok az utasok, akiknek gyakorlatilag mindegy, hogy hova utaznak, csak van egy keretük, abba szeretnének beleférni árban, és akkor úgy fáradnak be az irodába, hogy van 120 ezer forintom, 150 ezerem, 200 ezerem, 300 ezerem, és ebbe férjünk bele, ehhez keressünk egy árérték arányban megfelelő célországot, illetve szállodát. A legáltalánosabb, hogy két héttel az utazás előtt ezeket az ajánlatokat is lefoglalják. Vannak azonban olyanok is, akik tényleg az utolsó pillanatra hagyják a döntést. Amit sokan nem tudnak, hogy a last minute utaknál is be van kalkulálva a lemondás, betegség, baleset és podgyászbiztosítás pedig napi néhány száz forinttól ezeknél is elérhető. Érdemes igénybe venni ezeket a plusz szolgáltatásokat, ha ugyanis valaki megbetegszik külföldi útja során, ennek hiányában nagyon sok pénzébe kerülhet a kinti gyógykezelés. A román harmadosztályban szereplő Recea elleni 3-1-es győzelemmel hangolt a bajnoki rajtra a Nyíregyháza Spartakusz. Zorán Spisziek együttese az NB2 nyitó fordulójában vasárnap idegenben a Budaörs ellen lép pályára. 6 hetes felkészülést követően vasárnap Tatabányán a Budaörs ellen már bajnoki pontokért lép pályára a Nyíregyháza Spartakusz. Zorán Spisziek együttese egy szlovéniai edzőtábort is maga mögött tudhat, Mariborban és hazai környezetben is különböző erősségű ellenfelekkel szemben mérhet el a csapat fejlődését a szakmai stáb. A szerdai Recea elleni főpróba szpari győzelemmel zárult, de a vezetőedző nem csak emiatt elégedett az elmúlt másfél hónapban tapasztaltakkal. Amit terveztünk a felkészülésre, azt mondom, hogy mindent tudtuk végigvinni, bármelyik szempontból nézve, az erőléti szempontból, technikai, taktikai dolgokról, fiatal játékos beépítése, új játékosok beépítése, csapat kohézió felépítés. Azt mondom, hogy ezek a dolgok minden sikerült beépíteni ebbe a 6 hetes felkészülésre.
Ugyanúgy voltak jó meccseink ebben a felkészülésben, úgy erős meccsek voltak jó ellenfél ellen, úgyhogy sikerült ezeket a dolgokat, amit akartunk kipróbálni, variációt, játékstílust felépíteni. Azt mondom, hogy minden belefért ebbe az időszakba. Úgyhogy lehet mondani, hogy ebben a pillanatban a csapat olyan állapotban van, hogy készen várja a bajnokságot. A legutóbbi szezon házi gólkirálya Hornyák Marcel szerint is jól sikerült a felkészülés, így a támadó társaival együtt optimistán tekint a bajnokság elé. Tele vagyunk önbizalommal, ugye a felkészülés nagyon jól sikerült, hál' Istennek, mindenki jó erőben van, az öltözőben is jó a hangulat, és nagyon várjuk már a kezdést, aztán reméljük, hogy ugyanúgy tudjuk ezt csinálni, mint ahogy tavasszal abbahagytuk, tehát ugyanúgy tudjuk folytatni, és ott leszünk az első ötben legalább, tehát az lenne a cél, hogy minél feljebb végezzünk. Az NB2-ben a következő 4 hétben 7 fordulót bonyolítanak le, így egy jó rajt akár az egész szezonbeli szereplést meghatározhatja. Vasárnap, szerda, sok meccs van, az mindenféleképpen azt mondom pozitív, meg jó. Erre kellett felépítenünk a csapatot, de mi gondolkoztunk erre, terveztünk erre. Úgyhogy azt mondom, hogy igen, kemény lesz, nehéz lesz, de a másik oldalon meg labdarúgók vagyunk, akik erre kell, hogy készüljenek, és erre kell maximum kihozni. A Budaörs Nyíregyháza Spartakusz mérkőzés vasárnap 17 óra 30-kor kezdődik a Tatabányi Grosi Stadionban. A forduló további párosítása a következő: Gyirmóc Szombathely, Soroksár Kazincz Barcika, Dorog Vasas, Szeged Budafok, Ajka Győr, Békés Csaba Tiszakécske, Csákvár MTK Budapest, Szolnok Vác és Jófog Balmazújváros. Elkezdte a felkészülést a nyíregyházi férfi kézilabda csapat. A Kaplonyi Zoltán által irányított együtteshez 5 új játékos érkezett. A nyíregyháziak 9 edzőmeccset játszanak a bajnoki rajtig. Szeptember közepén a nyitó fordulóban az Ózdot fogadják majd Nagy Leventiék. Nem szeretne a tavalyi őszhöz hasonló veszőfutást a nyíregyházi csapat vezetése, ezért a nyári szünetben mindent megtettek azért, hogy megerősítsék a játékos keretet. A 4 távozó helyére 5 érkeztek. Dobó Zoltán Egerben, Stáb Bence Ózdon szerepelt legutóbb, 3 pedig már korábban is viselték a csapat mezét. Páncél Zoltán Ózdról, Gidai Máté Békésről, Nagy Levente pedig a Ferencvárostól tért vissza Nyíregyházára. A szakmai munkát továbbra is az év elején érkező Kaplonyi Zoltán irányítja, aki augusztusban le akarja rakni a remélt sikerek alapjait. Egészen szeptemberig naponta 2 edzéssel fogunk dolgozni. Nagyon sok új játékos jött, igazából teljesen új csapatot kell kialakítanunk. A támadás taktikát egy kicsit megváltoztatjuk, a védekezésünkben próbálunk egyfajta nyitott védekezést is kipróbálni, illetve majd a bajnokság folyamán ezt minél magasabb szintre emelni. Illetve hát a támadójátékunk is teljes mértékben meg kell reformálni, ugye nagyon jó átlövőink vannak, ezt szeretnénk kihasználni. Ugye már korábban említettem, hogy a támadójátékokkal, illetve az átlövőjátékukkal volt a problémáink. Én úgy gondolom, hogy ez ebben az évben megoldott lesz, legalábbis nagyon bízom benne, hiszen ezért igazoltunk ilyen játékosokat. Nagy Levente ismerős közegbe érkezett, mivel korábban több részletben jó néhány évet játszott a nyíregyházi együttesben. Ismerek mindenkit, mindenki barát, eddig is jó közeg volt, eddig is jó éreztem magam, 3-szor voltam, most leszek 4-jére. Amikor innen Nyíregyházáról elmentem 3 éve ezelőtt, akkor is a Zsoltival úgy beszéltük meg, hogy tátkarokkal várnak vissza. Majdnem, hogy így kezet is adtunk egymásnak, és nyitott volt a lehetőség, és egyből jöttem. A nyíregyháziak főleg román és szlovák ellenfelekkel szemben 9 edzőmeccset játszanak a bajnoki rajtig. Szeptember 15-én a nyitófordulóban az Ózdot fogadja Kaplonyi Zoltán együttese. Híradunk végén lássuk a legfontosabb híreket még egyszer néhány mondatban. Európa hibás döntések miatt nem tud a mostaninál jobb gazdasági teljesítményt elérni, miközben Magyarországon 2010 óta jelentősen nőttek a nettó bérek, emelkedett a foglalkoztatottak száma, valamint a gazdaság teljesítménye is. Ezekről beszélt Varga Mihály egy 2,2 milliárd forintos üzembővítő beruházás átadóján Nyírlogoson. A pénzügyminiszter azt is elmondta, hogy a magyar gazdaságnak felzárkózási pályán kell maradnia, és a gazdasági növekedésünknek mindig meg kell haladnia az Európai Unió átlagos növekedését.
Új szakok elindítására pályázik a Nyíregyházi Egyetem, a jövőben középiskolai tanárokat is képezhetnek. Megjelenhet például a technika és életvitel szak. Ezek akkreditálása következő hónapokban megtörténhet, és akár már jövőre lehetne rájuk jelentkezni. Az intézmény közben a nemzetközi esítést is fontosnak tartja, így angol nyelvű szakokkal is szélesedhet a képzési paletta, melyeknek köszönhetően több külföldi hallgató érkezhetne Nyíregyházára tanulni. Sokan a spontaneitásra esküsznek nyaralásukkal kapcsolatban, és választják az utolsó pillanatos ajánlatokat, többen kifejezetten vadásznak ezekre. A last minute utak ráadásul olcsóbbak, mint az előfoglalási szezonban befizetett üdülések. Akár távoli országokba is találni még ilyenkor utakat, így nem késő elhatározni magunkat, ha külföldön pihennénk ki a munka fáradalmait. A lemondás ezeknél is be van kalkulálva. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták augusztus 1-én csütörtökön. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd Önöket, tudósításainkat addig is visszanézhetik a weboldalunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra! Hidegfront érkezik pénteken, emiatt sokaknál jelentkezhet fejfájás, migrén. Reggelig még előfordulhat zápor, helyenként zivatar is kialakulhat. A szél gyenge vagy mérsékelt marad, de zivatarok környezetében átmenetileg erős, viharos széllökések is lehetnek. Hajnalra 17 fok köré hűl le a levegő. Napközben a rövid napos időszakok mellett erősen felhős lesz az ég, többfelé lehet szükség az esernyőkre és a szél is feltámadhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 fok körül alakul. Szombaton aztán a csapadékos időt okozó hidegfront elhagyja hazánkat. Mögötte változó nedvesség tartalmú, pár fokkal hidegebb levegő érkezik fölénk, emiatt a hét végére, jövő hét elejére visszaesik a nappali felmelegedés mértéke. A napsütés mellett elszórtan várhatóak záporok, zivatarok.